Ungváron is megemlékeztek a Csernobilban történt robbanás 31. évfordulójáról. 1986. április 26-án következett be a világ hivatalosan legsúlyosabbnak tartott atomerőmű szerencsétlensége. Aznap hajnali 1 óra 23 perckor a Kijevtől 130 kilométerre lévő csernobili erőműben két robbanás rázta meg és vetette szét a 4-es blokkreaktorát. A detonáció felszakította a létesítmény tetejét és falait. 10 napig égett a tűz a reaktorban. A következmények felszámolását célzó műveletekben 80 repülőgép és helikopter vett részt, amelyek először homokot dobtak a sérült reaktorra, végül ólommal fették be azt. Az ENSZ adatai szerint a balesetnek 47 halálos áldozata volt közvetlenül, mintegy 600 ezer embert ért erős sugárzás, amelynek következtében 4000-en halhattak meg rákbetegségekben. Ukrajnán, Fehér Oroszországon és Oroszországon kívül a baleset 20-nál több európai országot érintett. 2016. novemberében befejeződött a csernobili atomerőmű új acélszarkofágjának építése, ezzel egy 36 ezer tonnás acélszerkezet került a sérült atomreaktorra. A szerkezet a világ legnagyobb mozgatható kupolája. Várhatóan 100 éven át ad majd védelmet a radioaktív sugárzás ellen. Járhatatlan, felfestés és útjelző táblák nélküli kátyús utak jellemzik Ukrajna EU-val határos térségét. A Szovjetunió öröksége ez, amit mostanáig nem sikerült kiküszöbölni. A nyugathoz való közeledésnek ezáltal fizikai akadályai is vannak. Az integrációt az sem segítette elő, hogy Ukrajna és Magyarország között például az elmúlt években egyetlen határátkelő sem épült. Emiatt a meglévő határállomásokon nem ritka a több kilométeres sor sem. Ukrajna régi törekvése volt, hogy az EU eltörölje a vízumkényszert az ukrán állampolgárokkal szemben, amit a magyar kormányzat a kezdetektől fogva támogatott. A vízummentességgel több százezer embernek válik könnyebbé a szabad utazás és külföldi tanulás. Egyszerűsödhet az Ukrajnában élő kisebbségek kapcsolattartása az anyaországokkal. Bocskor Andrea, a Fidesz-KDNP EP képviselője szerint a vízummentesség megadása dicséretes, de vannak még fizikai akadályok, melyek nehezítik az Európai Unióba való beutazást. Ilyen a határmenti infrastruktúra, az úthálózat és a határátkelők elmaradott állapota vagy hiánya. Így ha az EU valódi segítséget szeretne nyújtani a polgároknak, akkor hatékony tervet kell kidolgoznia és finanszírozást kell biztosítani ezek fejlesztése érdekében. Semmi haszna annak, hogy megszűnik egy bürokratikus akadály, hogyha fizikai akadályai vannak annak, hogy az Európai Unióba jussanak az ukrán állampolgárok. Tehát most azt tartom igen fontosnak, hogy minden fórumon hangsúlyozzuk, hogy a határmenti infrastruktúrának az építése, fejlesztése, határátkelők, utak, hidak és minden olyan infrastruktúrális fejlesztés megtörténjen, ami elősegíti, hogy az állampolgárok könnyebben átjussanak az Európai Unióba. A vízummentesség értelmében azon ukrán állampolgárok, akik biometrikus útlevéllel rendelkeznek, fél évente 90 napig tartózkodhatnak majd az Európai Unió tagállamaiban üzleti célból, családi okokból vagy turistaként. A biometrikus útlevelekben ezentúl nem kell vízumot kérni, tehát ezek az állampolgárok azok vízummentesen utazhatnak, és ugyanúgy, mint eddig vízummal, fél éven belül 90 napot tartózkodhatnak ugye az Európai Unió tagállamai területén. Ugye ez a mínusz egy Egyesült Királyság és Írország, és plusz még az a 4 schengeni tagállam, ez az a kör, amire vonatkozik ugye ez a vízummentesség. A fennmaradó régi útlevelekbe pedig ugyanúgy, mint eddig, ugyanolyan követelmények, ugyanolyan feltételekkel adunk vízumot. Az Európai Bizottság már 2015. decemberében megállapította, hogy Kijev teljesítette az úgynevezett vízumliberalizációs akcióterv előírásait. A végső döntésre mégis közel 2 évet kellett várni. A könnyített vízummentes beutazás hatályba lépéséhez már csak az Európai Unió tanácsának megerősítése szükséges, így a hatályba lépése idén július 11-re várható.